Sziasztok, üdvözöllek titeket! Na hát már elég régen készítettem videót, és bevallom, hogy ezt a videót is már több hónapja a fejemben volt, hogy megcsináljam, csak eddig nagyon nehezen vettem rá magamat. Ez azért is volt, mert sok mindent föl kellett dolgozzak, sőt, még most is feldolgozás alatt vannak a dolgok, viszont egyre inkább felszabadulok, egyre inkább azt látom, hogy jó felé haladnak az események, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és most így ezt így örömmel tudom nektek így megosztani, hogy milyen tévútból hozott ki minket az Isten. Hogyha követitek a Galatás oldalunkat a Facebookon, akkor láthattátok, hogy közös videóban a férjemmel már beszéltünk arról, hogy miben voltunk benne, hogy milyen egy ilyen törvénykezős közegbe voltunk, hogy ez hogyan hatott a szolgálatunkra és az emberekkel való kapcsolatunkra. Viszont arra gondoltam, hogy egy kicsit én is beszélek erről így privátban, hiszen bennem is van rengeteg dolog, amit szeretnék megosztani, megvallani, és csak így, tényleg csak így letenni és menni tovább előre. Kicsit visszamennék pár évet az időben, mert szerintem ez nagyon fontos és nagyon tanulságos, hogy kezdetekben, amikor megtértem, 3,5 éve, most már, igen, akkor nekem olyan valóságos volt az Isten, és annyira vágyottam arra, hogy megismerjem, annyira bennem égett ez a tűz, hogy őt kövessem, és ugye az igazság útján járjak. Nagyon lelkes voltam. Sajnos ez a lelkesedésem volt, hogy megtört. Nem akarok emberekre mutogatni sem, másokat hibáztatni emiatt, viszont észrevettem azokat a dolgokat az egyházban, meg az intézményes gyülekezetekben, amik úgymond nem biblikusak, vagy szerintem teljesen eltér a attól, ami meg van írva. Nagyon hamar csalódtam a szervezetekben, azt láttam, hogy nem tartanak meg mindent az igéből, meg hogy nincs ott igazán úgy Istennek az ereje, meg hogy csak így rész szerint van meg úgy a tudás, meg hasonlók. Lehet, hogy naív voltam, sőt, valószínű, meg úgy nagyon gyorsan föl akartam nőni, hogy hát én mindent tudni akarok, meg mindent úgy akarok csinálni, ahogy azt kell. Teljesen jó szándékból volt ez bennem, mert tényleg annyira lelkes voltam. Sajnos így lekerült a fókuszom az Istenről, a vele való kapcsolatomról, mert arra fókuszáltam, hogy mi az, ami nem jó, mi az, amit mások rosszul csinálnak, amit másképp kellene csinálni, úgyhogy én is teljesen új voltam ebbe az egészbe, tehát nem kellett volna így okoskodjak. De ezt akkor nyilván még nem tudtam, mert olyan voltam, mint egy kisgyerek, aki mindent azonnal ki akar próbálni, mindent azonnal csinálni akar, és pont ez volt, amiben így beletört a bicskám. Megismerkedtem olyan emberekkel, akik hasonlóan osztották ezt a véleményt, tehát amiket én láttam negatívumokat, akár a gyülekezetekben, vagy a keresztényeknél, azt ők is észrevették. Én nagyon sok mindenben egyetértettünk, meg nagyon úgy érdekelt az ő látásuk, mert ők már több éve, hogy kijöttek az ilyen intézményes gyülikből, meg szektákból, meg hasonlók. És egyre több és több dologra voltam szomjas, éheztem tényleg, hogy minél több tudást úgymond megszerezzek, meg magamba szippancsak. De egyfajta olyan nyugtalanság is volt bennem, hogy hát lehet, hogy kicsit lassítani kéne ezzel a tempóval, mert még nagyon fiatal vagyok így ezen a területen, nincs sok tapasztalatom, hogy akár be is szippanthat egyfajta irányzat, vagy valami, ami nem feltétlen az Istentől van. De én nagy lelkesen mentem gőzerővel előre. Tényleg bekövetkezett az, amitől úgymond féltem. Beszűkült a látásom, hogy csak ez a jó, csak ez van, csak ők mondanak igazat, és igen, elkezdtem én is ebbe így belesüllyedni. A
kezdeti lelkesedésem és a bennem lévő ilyen szeretet, meg öröm, meg béke, az fokozatosan kezdett engem elhagyni. Bár ezt én nem vettem észre, mert nagyon arra fókuszáltam, hogy az igazságot képviseljem, tényleg azt csináljam, amit tenni kell, ami megvan írva, amit az Isten elvár, és így észre se vettem, de teljesen lement a fókuszom az Istenről. És úgy beszéltem be magamnak, hogy hát én olvasom az igét, meg imádkozok, meg minden, viszont a kapcsolatom az Istennel egyre inkább romlott, sőt, egyre inkább távolabbnak éreztem magam tőle. És bár kaptam tehát kijelentéseket, vagy vezetést, vagy ilyesmi, de hogy nem volt ott az öröm, mint ami kezdetben volt, az az első szeretet, az a tényleg, hogy úgy látom, hogy érzem, hogy mindig velem van az Isten, hanem így lelankadt. Hiába mentünk akár szolgálni, meg csináltunk ezt-azt, ami nekem nagyon sok örömet okozott, még így is mondjuk, de sokszor azt láttuk, hogy jé, tehát így annyira nem működik a szolgálatunk se, tehát nem láttuk a gyümölcsét, nem láttuk azt, hogy a bennünk munkálkodó Krisztusnak az ereje, az így másokhoz így eljutna. Sok esetben, hogyha nem értett valaki velünk mindenben egyet, akkor azt már elítéltük, és behelyeztük egy ilyen dobozba, hogy jó, hát ő, hát igen, ő még nincs újjászületve, nem hívő, ez meg az, és nagyon csúnyán elbántunk az emberekkel. Károsztattuk őket, törvénykeztünk felettük, kirekesztettük őket. Nem csak a hitben lévő emberekkel, hanem rokonainkkal, barátainkkal, mindenkivel nagyon törvénykezően és nagyon lekezelően bántunk, viszont ezt egyszerűen nem vettük észre. Tehát úgy képzeljétek el, hogy mintha egy ilyen lepel lett volna az arcunkon, hogy ez a helyes, ez a jó, ennek így kell lennie, a szívem egyre inkább megkeményedett volna. Lényeg az, hogy elkezdett bennünk meghidegülni a szeretet, ahogyan így visszaemlékszem, hogy száraz lett. Az egész egy ilyen dogmának tűnt, egy ilyen vallásnak tűnt, amit már hirdettünk. Csak azt vettük észre, hogy egyre több embert elveszítünk, egyre több kapcsolatunk megromlik, vagy akikkel eddig jobban voltunk, ők eltávolodnak tőlünk, és elkezdtünk gondolkodni. Még idejében, ugyanis mindkettőnket ez így zavart nyilván, csak nem tudtuk, hogy hol a hiba, mert hát ugye mi jól csináltuk a dolgokat, ezt így kell csinálni, minden. Mondta a férjem is, hogy hát valahol ez nem stimmel, tehát hogy ez biztos, hogy ilyen Jézus, tehát biztos, hogy ilyen az Isten, hogy ennyire törvénykező, meg ennyire ilyen szigorú, meg akkor így olvastuk a Galata levelet, hogy hát, itt kegyelem van írva, tehát abszolút az van, hogy kegyelem, hát a kegyelem hiányzott az egészből, meg a szeretet, pont ami tényleg a lényeg lenne, és olyan volt, mint hogyha végig az ószövetséget nyomtuk volna, a törvény, és így lemaradt volna az új szövetség, ami ténylegesen Isten kegyelméről szól, ami kb. Az egyetlen reményünk. Magáról a kegyelemről nekem is szólt külön az Úr, amikor egyszer egy összejövetel után mentünk hazafelé az úton, és én csak így néztem ki az ablakon, néztem a csillagokat, éreztem egy ilyen folytogató érzést így belül, és nem értettem, mondom, Istenem, mi ez? Vedd el tőlem, hogyha ez nem tőled van. Annyit kaptam az Úrtól, hogy az én kegyelmem. És így ez annyira megcsapott, hogy azon nyomban elkezdtem sírni, de ömlöttek a könnyeim, és
nem tudtam, miért sírok, csak éreztem, hogy az Úr az így elkezd engem tisztítani belülről, és így formál át engem. Az egy ilyen kezdet volt, amikor így rá kezdtünk érezni erre, hogy a kegyelem hiányzik, és igen, Isten kegyelmes, és ő szerető, és egyre több ilyen igét olvastunk, hogyha szeretet nincs bennem, akkor semmi vagyok, meg hogy tényleg szeressük egymást, a szeretet Istentől van, és nem azt mondom, hogy ezt eddig nem tudtuk, mert persze tudtuk, de annyira gépiesen éltük ezt meg, mert nagyon arra fókuszáltunk rá, hogy mi tökéletesek legyünk, ami nem jött össze, hogy teljesen nem volt ott az Isten szeretete. A közösségekben is meglátszott, hogy akárhányszor összejöttünk testvérekkel, volt, hogy nagyon jó volt, de mindig volt konfliktus, és olyan mértékű konfliktusok, hogy amik szerintem még nem hívők között sincsenek, tehát így azon is úgy gondolkodtam, hogy ez olyan, hogy normális-e, vagy ennek így kell lennie, hogy egy szellembe kerüljünk, vagy valami, de aztán rájöttem, hogy nem. Tehát amikor összejövünk testvérekkel, az egy megpihenés, az tényleg egy feltöltődést, egymást bátorítsuk, egymásért imádkozzunk, mindenkinek van zsoltára, meg proféciája, meg mit tudom én, és ez a rész meg is volt, csak hogy tényleg nem volt, hiányzott az élet. Igen, ez a lényeg, hogy legtöbbször ezt tapasztaltuk, hogy nincs élet, nincs ott Istennek a jelenléte, Istennek a szeretete. Szóval ez körülbelül egy fél éve kezdődött el, hogy elkezdtünk gondolkodni. Ezek az emberek, akikkel így közösségbe voltunk, nekik is úgy mondogattuk, hogy figyeljetek, lehet, hogy ez így hiányzik, meg nem biztos, hogy ezt jól csináljuk, meg ilyesmi. Csitítgattak, hogy hát igen, igazatok van, de hát, hogy fontos az igazság, mert meg kell osztani, meg ez meg az. És akkor úgy voltunk vele, hogy hát jó, igazából lehet, hogy ők jobban tudják, mert ők idősebbek, meg mi még amúgy is csak ilyen kezdők vagyunk ebbe, és akkor hát igen, igazuk van, nem? Na de azt vettük észre, hogy ezek körül, az emberek körül, és rengeteg kapcsolatuk így tönkre megy, meg letiltanak embereket, meg így eltávolodnak emberektől, és így gondolkodtunk, hogy ez amúgy normális, hogy így mindenkitől így elvágni a kapcsolatot, meg hogy így ilyen durván odaszólni embereknek, és bevallom, én is sokszor így viselkedtem, mert azt gondoltam, hogy hát ez teljesen belefér, meg hogy nyilván elmondom neki a tutit, és akkor ő legalább tudni fogja, és majd egyszer megtér ilyenek. De nem így van. Visszatekintve erre az időszakra, nagyon sokan mondták nekem, hogy figyelj, nem haladsz annyira jó úton szerintem, meg talán nem, át kéne ezt gondolni, meg ilyesmi, meg hogy ilyen szektársodás van, és hogy mi ez a szekta, amiben benne vagyok. És megmondom az őszintét, én ezt nem vettem észre. Tehát mondom, olyan lepel volt rajtam, ami így nem hagyta, hogy ezt lássam. És hiába volt valakinek igaza, és megosztotta velem az ő igazát, lehet, hogy igaza is volt, de nem vettem észre. És én nem gondoltam volna valaha, hogy ez lehetséges, hogy ez megtörténhet velem, hogy nem veszem észre, hogy benne vagyok egy teljesen nagy kamuban, amiről el is hiszem, hogy így helyes, és így igaz, és úgyhogy én ebből az esetből, a saját esetemből megtanultam azt, hogy hiába valaki elmondja neked az igazat, de te nem látod azt, akkor hiába mondogatja, hiába próbál téged meggyőzni, az inkább csak így egy ilyen falat képez. Mert velem ez történt, hogy sokan mondták, hogy hát milyen tévút, meg minden, de én meg így inkább csak bezártam, hogy hát
de hát, hogy ez az igaz, meg ez a jó, ez a helyes, és így falakat emeltem magam körül, minél inkább mondogatták ezt nekem, annál inkább falakat építettem. Ez egyébként nagyon nagy tanulság nekem, mert sokszor én is ugye ugyanezt csináltam, hogy elmondom az igazat ennek az embernek. Ha nagyon durván elmondtam, tehát nagyon nem kíméltem a másikat, mert hogy hát neki tudnia kell, és lássa, hogy mibe van benne, és jöjjön ki belőle. De most jövök rá, hogy valószínűleg ezzel több kárt okoztam neki, mint hasznot, mert ő is falakat épített maga körül, és csak bevédte jobban magát. Ami nálunk működött, és csak és kizárólag a szeretet, az, hogy voltak olyan testvérek, akik minket felkerestek, mert látták így a videóinkat, meg ilyesmi, eljöttek minket meglátogatni személyesen, ott, ahol laktunk, és szeretettel voltak felénk. Úgyhogy meghallgattak. Több órán keresztül csak mi beszéltünk, és ők csak hallgattak. Az egy olyan tükröt tartott elénk, hogy wow. Azért nagyon hálás vagyok, hogy ez így megtörtént. Mert komolyan senki más nem volt ránk úgy hatással, akik mondogatták, hogy így kéne élnetek, úgy kéne, de ők, tehát eljöttek, és csak így szeretettel voltak felénk, és így bam. És valahogy elkezdtük látni a fényt az alagút végén, meg így rájönni arra, hogy hát igen, pont, hogy a szeretet hiányzik, és úgy elkezdett nyilladozni a szemünk ennek hatására. Plusz még ugye, amiket olvastunk a Bibliába, és ez itt mind így összeadódott. Mindeközben a régi közösségünkben folyamatosan mentek a konfliktusok, és olyan durva dolgok mentek, hogy egyszerűen már nem akartunk ezzel foglalkozni, nem akartunk benne részt venni se, de így vagy úgy valahogy belekeveredtünk. Ebből tényleg elegünk lett, és sokszor tényleg csak azt kívántuk, hogy így távol legyünk ezektől, a konfliktusoktól, akár ezektől a személyektől is. Sajnos ezt így ki kell, hogy mondjam, hogy rossz hatással voltak ránk. Tehát nem épültünk, hanem inkább leépültünk. Legalábbis ezt vettük észre. Ezek az emberek, akikkel közösségbe voltunk, így éreztük, hogy tényleg ilyen elnyomás alatt tartottak, vagy nem is tudom, így nyilván ők se látták ezt, de nagyon így kontrolláltak minket. Tehát, hogyha nem csináltunk valamit úgy, ahogy ők gondolták, vagy jónak hitték, akkor így jött ez a megalázás, meg hogy nekünk meg kell térni valamiből, meg tehát ilyen nagyon durva kárhoztatást kaptunk. Igen, elérkezett egy pont, amikor már ez így elég lett. Lett egy nagy konfliktusunk ezekkel az emberekkel, és tehát tényleg ebben nem akarok belemenni, mert én se értem igazából, hogy miért volt ez a konfliktus, meg nagyon bonyolult az egész. Nyilván mi is követtünk el hibákat, ki nem, de végül mi lettünk a bűnbakok, hogy mi nem is vagyunk megtérve, meg hasonló. Hát így kirekesztettek minket. De abban a percben, amikor ez megtörtént, bennem egy akkora felszabadulás ment végbe, hogy ez eszméletlen. Tehát így éreztem, ahogy egy ilyen hatalmas nagy súly leesik rólam, és teljesen ezt a szabadságot, azt a Istentől való örömöt, az ő békességét, hogy így kapom vissza, és tisztulok meg, és éreztem, ahogy lemegy rólam ez a sok hülyeség, ez a sok vallásosság, meg bigottság, meg szeretetlenség, meg harag, és csak így folyamatosan így ment ki. Annyira hálás voltam, hogy ez megtörtént, mert én nagyon vágytam már arra, hogy megszabaduljunk, csak nem tudtuk, hogy hogyan, hogy,
most mit kéne csináljunk. És annyira jó, hogy imádkoztunk, és teljesen Istenre bíztuk ezt, hogy ő legyen az, aki elvégzi, mert éreztük, hogy nem vagyunk szabadok, éreztük, hogy nyomás alatt vagyunk, és kontrollálás alatt. És amikor ez így megtörtént, ez az elszakadás, hát ez fantasztikus volt, komolyan. És abban a pillanatban, amikor ez megtörtént, rólam az a lepel teljesen lehult. Teljesen fölfogtam azt, ami az elmúlt másfél-két évben történt, hogy azt a mindenit, hogyan viselkedtem, hogyan éltem, hogyan beszéltem az emberekhez, hogyan, mi volt igazából a szívemben, hogy ez a ridegség, bigottság, meg minden. Leperegtek előttem így a személyek, hogy kivel milyen konfliktusom volt, mennyire nonsens volt, mennyire rosszul kezeltem a helyzeteket, mennyi embert elvesztettem, mennyi embernek okoztam fájdalmat, vagy taszítottam el talán Istentől is messzebbre. És az nagyon, nagyon nehéz volt ezt így megemészteni, meg mondom, ezt még mindig emésztem, tehát ez nem megy egyről a kettőre, de tényleg egy pillanat alatt leesett ez a lepel, és akkor úgy láttam ezeket. De előtte egyáltalán nem vettem észre. És ez nagyon durva. Tehát ez a tapasztalat úgy átformált, hogy most már nem merem azt mondani valakinek, hogy nézd, milyen az életed, nézd, mibe vagy benne, akármi. Még ha igazam is van, akkor se tehetek ilyet, mert nem feltétlen használ az neki. Mert nálam nem használt, hogyha megmondta valaki a tutit. Hanem tényleg egyedül a szeretet volt az, ami átformált. Ezen így átmenni, hát nem volt kis pálya, meg elég vaskos tanulópénzt fizettünk érte, de az Isten nagyon jó, és nagyon kegyelmes, és én kezdetben nagyon nehezen bocsátottam meg magamnak, hogy ebbe részt vettem, meg hogy mennyi kárt okoztam, és hogy lehet, hogy valakiket örökre elvesztettem, meg elrontottam az életemet. Szóval ilyen gondolatok jöttek föl folyton, és tényleg ilyen károsztatva éreztem magam ezek miatt, de így napról napra kezdek visszatérni így az életbe, meg ebbe az örömbe, meg ebbe a nyugalomba, amit az Úrtól kapunk, és tényleg olyan, egyre lelkesebb vagyok meg, hogy tényleg ne maradjak ebbe a depibe, hanem keljek föl, és járjak, és menjek tovább, és tényleg csak így ezt akartam megosztani veletek, hogy ti se haragudjatok, mert én nem tudtam, hogy mit cselekszem. Persze ez nem mentség, mert tényleg felelősséget vállalok ezekért, amiket csináltam, amiket mondtam, vagy tettem. Csak arra világított rá ez az egész, hogy mennyire, tehát mennyire én is csak egy bűnös ember vagyok. Tehát hiába gondolom azt, hogy jaj, én most már milyen jól tudom, és akkor jön egy ilyen, hogy ilyen teljes szektába kerülök, meg kárhoztatok, meg pokolra küldök embereket, meg ilyenek, és egyszerűen elképesztő, hogy nem vettem észre, és hogy mennyire tökéletlen az ember, és mennyire befolyásolható. Hálás vagyok azoknak, akik meg tudnak nekem bocsátani. Köszönöm, hogy akik így is elfogadtak, tehát ilyen állapotban. Egyszerűen nem tudom megígérni, hogy nem lesz ilyen többet, vagy most már jó leszek, meg ilyesmi, mert rájöttem, hogy ez teljesen lehetetlen. Ez annyira lehetetlen ilyet ígérni,
Mert én magamnak megígértem, hogy hát én soha nem fogok ilyen szélsőséges lenni, meg ilyesmi, és akkor de. Viszont ami változott, hogy az Istennel való kapcsolatunk egyre erősödik, és egyre inkább látjuk, hogy ő vezet bennünket, nem emberek, meg hogy ő az, aki kirendeli mellénk az embereket is, hogy kikkel legyünk közösségbe. És úgy képzétek el, hogy itt Sopronban lett egy házi közösségünk, egy teljesen normális, teljesen egy ilyen szeretetteljes közeg, ahol az emberek azonnal szinte családtagként tekintenek ránk, és pont egy ilyenre vágytunk, és nem tudom hány hónapon keresztül ilyet próbáltunk összeplántálni, hogy legyen egy ilyen házi közösség, és valahogy mindig széthullott, most meg csak így, úgymond ingyen megkaptuk, teljesen egyszerűen. Ráadásul itt van a házunkhoz nagyon közel, tehát elképesztő, hogy Isten mennyire jó, és mennyire kegyelmes, hogy tényleg ingyen adja a kegyelmét. Nem az, hogy a mi munkánkon múlik, hogy most ennyit, annyit dolgozok, vagy ezt betartom, azt betartom, hanem ő csak így szeret, így kirendeli ezeket. Akkor ezen kívül van egy online közösségünk is, akikkel szinte minden nap beszélünk, és az is nagyon jó, nagyon építő. Az egész csapat egy összetartó közösség, és mindenki valamit hozzátesz, és tényleg megtapasztaltuk, hogy milyen a valódi eklézsia élmény, amikor úgymond egymásnak a... Tehát van egy test, és annak tagjai vannak, és mindenkinek más a szerepe, valaki kisúj, valaki szem, valaki száj, és hogy mindenki valamit így beletesz, és egy ilyen egység van közöttünk. Úgyhogy, fú, nagyon nagy reménységek vannak most bennünk, meg nagyon ilyen lelkesek vagyunk, hogy hogyan tovább, meg mi lesz a feladatunk, meg Isten hogy fog minket használni, meg mit szeretne tanítani. És most abban a fázisban vagyunk, hogy őt megismerjük, mert rájöttünk arra, hogy sok mindent nem is ő általa tudtunk meg, hanem belebeszélték a fejünkbe. Nem volt egy valódi megtapasztalásunk saját tapasztalatokon való megértésünk, hanem sok mindent csak így elhittünk másoknak, ami tényleg több kárt okozott. És akkor most ezt kutatjuk, hogy mi az, amit Isten mutatott meg nekünk, mi az, amiben még nem vagyunk biztosak, akkor imádkozunk, hogy Uram, akkor erre vezess rá, és tényleg egy élő kapcsolat, újra visszaállt az Istennel ez a kapcsolat, ami ugye legelején volt, és most így olyan, mintha így az óvodába lennénk, hogy mindent a legelejéről tanulunk, így csak így a mennyei apukánkkal így együtt vagyunk, meg hallgatjuk őt, és tapasztaljuk az ő kegyelmét, az ő ajándékait, az ő létét az életünkben. Úgyhogy újra visszajött az élet és az örömünk. Gondoltam, ezt megosztom veletek, meg most nem lesz komment szekció, szóval, hogyha valaki szeretne, akkor inkább személyesen keressen meg. Nagyon sok mindent még úgy nem állt össze a fejembe, hogy volt, mint volt, meg az se, hogy most hogyan kéne, kivel fölvenni újra a kapcsolatot, de azt veszük észre, hogy az Úr így visszahoz régi embereket, és az nagyon, nagyon hálás vagyok, értetek, hogy én elfogadóan közelítetek meg, és nem kárhoztattok meg, nem mondjátok azt, hogy na látjátok, igazam volt, meg na bezzeg, megmondtam, hanem így ilyen teljes elfogadással, meg szeretettel jöttök felénk. Szóval tényleg így minden a helyére áll, így az életünk is sokkal teljesebb, sokkal rendezettebb, meg
meg a házasságunk is sokkal jobb, szóval így, wow. És olyan hálásak vagyunk, hogy így egyen-egyenként is rávezetett erre a dologra az Úr, meg kettőnket, mint házas pár együtt is. Fantasztikus ez tényleg Istennek, mint hogyha ilyen mester terve lett volna, hogy ez így legyen. Tehát olyan jó, hogy nem csak az egyikünk jött rá, és a másik még mindig benne van, vagy egyik lehúzza a másikat, hanem így tényleg így tudjuk egymást építeni, és tudunk egymásnak támasz lenni, és tehát fantasztikusan jó. Úgyhogy hát remélem, így átjött az üzenet, amiben tévedtünk, és tévedni emberi dolog, ezt most már értem, és nem szégyellem, meg így most már így meg tudom vallani, így mindenki előtt, és igazából boldogan meg tudom vallani, mert arra tekintek, hogy az Isten ennél is nagyobb, és nincs az a bűn, nincs az a nehéz helyzet, vagy bármi, amiből Isten ne tudna ki menekíteni. Nincs az a az élethelyzet, vagy nehézség, vagy szekta, ahonnan az Isten ne tudna megszabadítani, mert hogy ez mi egy olyan csodának éltük meg, hogy így kihozott minket, ilyen szépen kihozott, és helyette áldásokkal zúdított el. Tehát nem az volt, hogy kijöttünk, és jaj, de rossz, meg most minden romokban hever, hanem Isten elkezdte így felépíteni az életünket úgy, hogy mi igazából nem tettünk semmit, csak bíztunk benne. Úgyhogy nagyon remélem, hogy épülésetekre vált ez a videó. Aki szeretne személyesen beszélgetni, az keressen az e-mail címemen, vagy a közös Facebook oldalunkon. Most nem szeretnék komment szekciót, hanem inkább személyes beszélgetésekre vágyok, úgyhogy köszi a megértést, és áldjon titeket az Isten. Sziasztok!